Visszaírtam. Igen, csak nem jelzett a telefonom. Hát... Nem tudom. Biztos letiltottad a értesítéseket. Nem, nem szoktam. Én leszoktam. Na, ketten leszünk? Egyelőre úgy néz ki, igen. Jó van. Most indul a játék. Hát nem is. Most éppen nem kérte a vissza izét, tehát a megerősítést a Discord, hanem egyből beengedett. Mm. Nem tudom, mint múlik. Isten, mi ez? Ó, frissítették a Silver Bullet Shopot. Megnézem mindjárt. Ó, tényleg. De igazából csak tettek be új cuccokat. Viszont ezek időlimitesek, tehát azt... Csak 29 napig lehet megvenni. Igen. Akkor ebbe is érdemes összegyűjteni a cuccot, nem elkölteni. Mindegyik 365-be kerül, és van 7 darab új. Hát ez nekem, én megveszem mindet, mert van 25 ezrem. Nekem csak 3800 van. Hát abból is meg tudod venni mindent. Jó, látom, de ez... Azért csúnyák. Igen, de én csak azért veszem. Jó. Max, ez a nadrág jó. Ezt megveszem. De többet nem is tudsz venni ebből a sorozatból, mindenből csak egyet. Ja. Tehát Silver Bullet-es cuccokból mindenből csak egy lehet. És be tudod cserélni őket utána 10 Silver Bullet-re. Igen. Aha. Ez igazából... Igen. Eladásra nem érdemes venni. Ja, nem. Nem nagyon. Ajjaj. Na nem baj. Random ez menjünk, egy... vagy melyik pálya legyen? Menjünk random? Mindegy, random legyen, igen. De egyébként mindegy. Jó. Na és mi volt? Dolgoztál? Na, dolgoztam. Tegnap nem játszottam, mert gyerekbeteg volt. Illetve hát még mindig az. Jó. Aztán ne az legyen, hogy megint elkezd befulladni, és akkor ugrándozni kell, itt szaladni, hanem inkább nem játszottam, meg amúgy is fáradt voltam. Ja, észrevettem, hogy nem jöttél kivételesen. És sejtettem, hogy valami oka van. Most kapott kúpot, úgyhogy befulladni nem fog. Mi ez a befulladás? Hát krúpos, és olyankor összeszűkül a... Mármint, hogy az autó van, hogy megvan fázva, és összeszűkül a jelölcsővet. És nem kap rendesen levegőt. Volt nekünk is valami ilyesmi régen.
Jó, én is oppó. Ott a barlang mellé ugrunk. Vagyis túl a folyó túloldalára, ugye? Ja, igen. Az talán elég messze van ahhoz, hogy kevesen jöjjenek, és ott viszonylag jó lesz a lúg. Igen. Mi nem is 300-on nyíl, hanem 250-en nyílik az ernyő. Hát nem figyeltem, de igazából szerintem attól függ, hogy... hogy mitől függ, fogalmam. Hogy jól állítják ebbe a magasságmérőt. Igen. Mert ugye a tengerszinthez állítják be azt az automatikus oldót, és ha egy kicsit máshogy állítják, akkor nem ugyanott fog nyílni. Hát nem tudom, hogy itt ez egy ilyen... Hát itt 300, biztos, hogy nem. De nem úgy, hanem, hogy 300 méter magasan számít-e az a 20-30 méter. Ha ejtően... Valószínűleg nem sokat számít, de nem értek hozzá, csak mondták nekem is, hogy van ilyen. És itt pedig most úgy figyeltem meg, hogy 250-en nyílt ki, de múltkor megjegyeztem, hogy 300. Igen, én is 300-ról tudtam, de megmondom őszintén, nem nagyon szoktam figyelgetni. Hát amúgy én is csak kíváncsiságból most néztem, de majd most meg legközelebb majd figyelem, hogy jól látom-e. Attila csak holnap lesz itthon. Igen, írtam neki, hogy jön-e, mert hogy az Imivel beszéltük, hogy kéne diablózni, mert Iminek is megvan. Uh-huh. És beszéltük, hogy kéne ma, írtam Attilának egy SMS-t, hogy jön-e ma. Azt mondta, nem majd, talán holnap, úgyhogy ja. Imivel megbeszéltük, hogy akkor holnap. Lassan indulhatnánk. Mindjárt hogy vagyok, 56. Valami lőszert azért föl kéne, hogy vegyek. Mi kell? De amúgy 556-os kell most jelenleg. Van 170, ha érdekel. Hát, hogyha itt most nem találok, akkor érdekel. 45, hát nem tudom. Mindegy, menjünk össze, majd átadod útközben. De egyébként nem akarom ezt a M416-os fegyvert, csak nem találtam jobbat. Figyelj, itt van egy... Ja, ez is Most találtam QBZ-t, meg még... Na, nekem is az van, azt hiszem. Nem, nekem meg QBZ-t. Még lőszert. Aha. Hát akkor így már nem rossz. Most még egy hílt is fölveszek. Na, én itt még megnézem az emeletet, aztán tőlem mehetünk. Jó, no, nincs itt semmi. Itt egy buggy. Milyen messze vagyunk? Hát annyira nem részed, egy minimálisat mehetünk ki ezzel. Jó, mondjuk én pont itt a másik végében vagyok. Hát te nagyon nem a másik végében vagy, hanem már teljesen máshol. Hát úgy is lehet mondani. Haló. Haló, mi az? Biztosan nem hallok. Honnan? Tudod, én nem hallottam. Szia! Én hallottam, hát a hangját nem hallottam, csak hogy megyünk. Autózó. Gergő. Gergő vezet.
Az nem olyan ide. Hát nem, de ez van. Ha csatlakoztál volna, hogy most te is vezethetnél. Annyira nincs kedvem. Miért? Nem tudom. Most már saját biztos. Ja. Hát az is jó, csak nem lehet olyan sokáig. Honnan tudod, hogy a pöcsével játszik? Nem tudom, csak feltételezem. Meg hát azért elég nagy rá az esély. Már nem úgy nagy, hanem hogy van rá esély. Mekkora, azt nem tudom. Na, de most... Mekkora az esélyed, Levi? Hatalmas. Jó, hát... És mi a helyzet, Levi? Sem. Azok kívül, hogy unatkozok, azon kívül semmi. Azért, mert nem játszol. Igen. Most játszál. Hagytam abban a játékot. GTA 5. Ó, az nagyon jó játék. Ja, nem. Ugye? De én ilyen RP szerveren játszok. Aztán... ott. Csak gondoltam, láttam, hogy játszotok, akkor beköszönök. Jaj, most kezdtük pár perc. Húha! Fussunk a házat közé, gyere! Kéne egy kettesnél nagyobb scope. Nekem is sok kettes van. Ó. Úgy látszik, itt nem voltak. És itt egy nagyobb scope. Na akkor viszont én megyek, lehet holnap jövök, ha játszatok. Holnap valószínűleg diablózunk, de még nem biztos. Attól függ, hogy Attila meg az Imi megérkeznek-e holnap. Ígérték magukat mind a ketten. Hát ha reméltek, akkor majd jövök, játszok egy kicsit veletek. Jól van. Oké. Akkor talán holnap. Rájuk megyünk, Gabi? Vagy mi legyen? Hol rájuk? Én itt nem vagyok a házba. Itt vannak fönt a dombon mellettünk. Illetve el is indulhatunk, mert rohadt messze van a kör. Válasz. Hát... Te láttad őket, vagy csak hallottad? Nem, hát halljunk, közel van. Hát én is hallom. Na jó, van, én még megyek egy kicsit filmet nézek, aztán nalszok. Oké. Na, cső, sziasztok. Szia. Menjünk a kör közepe felé, azt majd hátba lőnek. Jó. Ahogy szoktak. Ja. Vajon a szigetre fog szűkülni? Hát ahogy elnézem, igen, nagyjából. Kidobta hívott droppot. Észak felé. Igen. Jó, beértünk. És mindjárt indul a kék. Úgyhogy inkább fussunk tovább. Oda izéig a folyópartig elmehetnénk. Jó. És majd ha tovább szűkül, akkor eltöntjük, hogy... Jaj, azért mentem lassan, mert le voltam Google-olva. Üha, pirosba vagyunk. Akkor már könnyen kifuthatunk, menjünk ki. Vagy a házba mész? A házba, mi megyek. Hoppá, egy szemből valami. Majd nekem szemből. Osztják, de nem nagyon. Hát ott vannak a túloldalom. Jó, én bejövök ide a házba. Akkor én is.
még mindig csak kettes távcső ez van? Nem, már négyes. És ha túl közel vagyunk az ablakhoz, akkor azért lesebezhet ez a robbanás. Nem hiszem. Na, tovább megyünk, vagy várunk még, hogy jönnek? Ha, menjünk, menjünk, mit tudom én, na mindegy. Tessék. Várjál, Gabi. Oké, okay. Most befekszem a kis szobába. Jaj. Nem biztos, hogy sokáig leszek. Oké. Okay. Induljunk. Nem el. Probléma, én is elég fáradt vagyok amúgy, hogy álmos. Nem most én nem, én most nem jön még csak. Hoppá, itt van. Jelöltem az irányt. Jaj. Aha. Kapott egyet. Kettő. Itt vagy valahol? Itt vagyok melletted, de nem látom, hol van lő. Ja, hát itt van már közel, elég közel. Hát a szikla mögött volt. Igen, kapta. Kiírt közbe. Nem, figyeltem. Azt néztem éppen milyen gránátom van. Egy pár perc szünet, jó? Megnézem, mi van a kerekkel. Oké. Okay. Jó van. Oké, persze. Na, itt vagyok. Jó, én is. Jaj, hú, kösz. Kaptam egy olyan pulóvert,
amiből csak én egy is lehet. De first lehet? Anniversary event. Hát valami pulóver. Hogy csak egy lehet? Neked, nem? Hát Silver Bulletért csak egyet vehetsz. Nekem az L-ből már kettő van. Érdekes, várjál. Én is kaptam egy pulóvert, ami egy olyan L-eshez. Azt mondta, hogy ezt most adja ajándékba. És honnan tudja méretem? Ja. Fedd már fel a pulóvert. Na mindegy. Ja, én? Mhm. Uh-huh. Nem akartam. Igen, múlva is. Nem baj. Narancsot eszek. Én meg gyümölcssalátát. Mandarint. Most nem narancsot. Ezt utálom. Nem, miért? Legalább édesebb, mint a narancs. Hát, akkor sem szeretem. Itt a kedvenc új pályád. Ó, most letettem tálcára, de mindjárt nézem. Ó, új pálya. Ez majdnem ugyanolyan, mint a téli. Igen, csak nyári. Ja. Annyi, hogy nem fehér, hanem sárga. Jaj. Ezt az egy percet úgy kihagynám az elejéről, komolyan. De kell a csatlakozásra időt hagyni. Hát, de egy perc a csatlakozási idő, igen. Ez van, hogy 3 percig el se indul a számláról. Hát itt már ki vagy választva. De még vannak, akiknek csak most tölt be, de igazából a betöltése, hogy egy percet, nem a csatlakozás. Hát ez a játék nem tölt be egy percet, hogy most ne játszol semmit ellen. Szerintem előfordultam olyan helyzetek, amikor kell neki, nem tudom. Nekem még nem fordult elő. Nekem olyan fordult elő, hogy addig töltött, hogy még mindig volt hát a fél perc. Pedig nekem aztán igazán nincs. Nem tudom. A War Thunderben meg az az idegesítő, amikor olyan meccsbe kerülsz be, ami már gyakorlatilag 3 vagy 4 perce megy. De és akkor... Hát, hogy simán betesz még akkor is. Ott így folyamatosan jönnek, de mit tudom én, az első 5 percben, vagy első nem tudom hány percben, lehet, hogy nem 5, de valahogy jöhetnek játékosok, de hát nem feltétlenül a legesleg elején vagy, hanem 1-2 perce már mehet a játék. Aha. De nekem volt olyan, hogy már 4 perce ment. De hát ritka, de előfordul. És akkor már lehet, hogy olyan szar helyzetből indulsz, hogy egyből lőnek rád. Tehát azért az sokkal rosszabb. Jaj, kitelek volt. Röntcsak. Igen, igen. És olyankor úgy jártál, de hát igazából nem sok esélyed marad. Nem tudom, a boltba tölt egy mennyi 20 másodperc a kezdőidő. És azzal eddig nem is volt gond, ez tök jó. Hát tényleg ott is van ilyen számlálás. Igen, de ott nem 1 perc, meg ott ahogy belépsz, rögtön már indul a számláló. Utána indul a kör, tehát ott nem kell sokat várni, perceket várni. És ott általában nincs az, hogy az első fél percben meghalsz. Ahhoz már tényleg nagyon bénának kell lenni. Ja. Ja, de vodban egyszer meghalsz, akkor véged. Hát jól emlékszem. De gyakorlatilag fél perc múlva már új meccsbe vagy. Igen. War Thunderben meg azért... Jó, ott is ha egy... Nem, ott mehetsz 2-szer tankkal. Egyszer repülővel, hogyha szimulátor módban játszod.
Jaj. Tényleg le kéne venni a skint a fegyverről, az elég szarul néz ki. Azt hittem erre jössz. Nem, bejöttem a templomba. Viszonylag közel van a kör, úgyhogy van még egy kis időnk. Meg itt a városba szoktak lenni autók. Ja, mintha valami lenne az orra. Ugye lehet, hogy a kulacs forrát csökövött a víz a kupakról. A scope-ra azt mondja, hogy nincs elég hely, hogy fölvegyem, de van elég hely, mert mégis ráteszi egyből a fegyverre. Igen, egyébként. Hát ezek ilyen apók is. Hát, jó, de hát ezek csak ilyen logikai baromságok. Hát még jó, hogy fölveszi, tehát. Igen, addig én nem szoktam foglalkozni, ez... Én ezt nem minősítem hibának, tehát hogy működik, hát ezt leszarom, hát meg kell szokni. De annyira nem. De, úristen, mi volt ez? Ja. Ami most jobban aggaszt, hogy nem találtam csak egyes táskát. Én is most találtam meg egy hármasat. És itt van egy kettes itt. Hát, elég messze vagyunk egymástól, de itt van. Na, jó, itt is van. Sőt, itt van kettő is. Ó, na jó. Hát én meg healt nem találtam még eddig rendesen, de... Nekem egy first aid-en van, még 5 bandázsom, tehát gyakorlatilag én sem nagyon találtam. Bandázs van, igen, más meg nincs. Lemegyek ide a, nem tudom mi ez itt, ilyen, nem temető, hanem ilyen kis... Lófű. Hát temető, mert minden sír között van egy sor izé. Most találtam egy nagy medkitet. A medkitet? A medkitet. Miért abból csak egy van? Hát nem, hanem a medkit az a bőrönd. Ja, ja, értem. Igen, hogy azt hívják medkitnek. Igen, a kis izé neszeszer az a first aid, a kis zöld az meg a sima bandázs. Az tart a legtovább és az gyógyít a legkevesebbet. Igazából nem várnék egy SLR vagy egy SKS-t. Itt is van egy kettő, de ha nem, ez egyes kocs.
Azt sem tudom már hol voltam, ja ott voltam. Itt is egy kettes. Nem van, én még ide be a... Ezért bemegyek ebbe a gyári épületbe, aztán utána el kéne indulni, mert itt nagyon úton van már a kör. Jó. Rátette a tárbővítőt, és mégse bővül a tár. Azért, ja, mert nem az. Igen. Jaj, bocs! A reload speed az gyorsult tőle, akár meg is hívják. Ezt minek hívják? Ez egy quick drop mag. Hát jó. Jaj, hol a kijárat? Tőlem mehetünk, hol vagy? Vagy hol vagyunk? Itt fönt, ja. Fönt vagyok a tetőn. Elbasztam egy fegyvercserét. Minden oké? Okay. Viszont? Majd két meccs között ránézek mindig. Te is néha azért. De azt nem tudom, hogy tudhatok a nélkül, mert éppen csak meghallottam, hogy halkan tudatot. Neked ez nem jelzett semmi? Nem. Föl van húzva, maxra ott. És virágítok bent, hogy nem fizetem elkapcsolni. Hát szívem, ne kapcsolt ki. És akkor világít. De én direkt bekapcsoltam, mikor kijöttem az altatás után. Beszélgetéssel elment rengeteg idő, úgyhogy nem csináltam semmit. Nem baj. De mert el kéne indulni, és nincsen... Nincs izém. Úristen, ezt nagyon elrontottam. Jó, vissza kell mennem a cuccaimért. Jó, én itt el vagyok, nem? Még. Volt 6-os szkópom. Azt elhagytam a földön. Mondjuk 762-es az kelleni fog, de azt már bárhol is lehet találni. Itt van valami autó. Itt egy vági. Hát jó. Fölveszem és elindulok felé. Szia Niki! Mi a helyzet? Gratulálok a munkához. Semmi. Hát jó, csak ezt a szart nehéz irányítani. Nem. Tudom, hogy simán be tudom kérni. Amúgy is be tudom vele. Hó vagyunk, Kiki, csak várj meg. Not a bother.
elég toleráns ez a játék. Az autó egy kicsit, mint a csillapítva lenne, mindig egy kicsit visszaborul. Ja igen, egyébként viszonylag nehéz felborulni a járművekkel. Igen. Lútoljunk és innen már szaladjunk be, de csak egy ilyen nagyon gyors út, hogy jó. Legyen valami lőszerem. Itt már jártak. Mert itt volt egy dead box. Egy-két cucc, igen. Van még egy box. Vagy ez volt? Nem, ez nem. Nem, kettő van. Jó, ez semmi. Hát akkor menjünk. Ott fel lehet menni? Nem. De. Oldal az, hogy valahol lehet. De ennél följön nem tudok. Ajaj. Igen. Így gyere arrébb, szerintem itt már föl lehet menni. Lesérülünk. Jaj, nem kell ez a nagy medkit. Én igen. Megiszok egy italt, az kész. Majdnem aktiválta a nagy medkitet. És mi a helyzet? Mit tudsz már főzni, Niki? Én szinte bármit meg tudok főzni. Jó, mindent meg lehet. Hát én is bármilyen kaját megcsinálok. Beleteszem a vízbe, és megföl benne. Ja, jogos, teljesen jogos. Ez mindegy, hogy mi az. Jó, de a Nikit most fölvették egy étterembe szakácsra. Jó, mármint, hogy egy szállodába. Gondolom a szállodai termébe. Lemegyünk, vagy tovább akarsz menni? Beljebb akarok menni, igen, mert már úton van a kép. Jó. És ez markánsan fog megint szűkülni. Ha mászlink van, akkor viszonylag közel. Ez oké, Niki, hogy így van, de kérdeztem is, hogy mit tudsz már főzni, vagy mindent. Adnak valami recept, könyvet, amit meg kell tanulni, vagy mi? Vagy te vagy a magyaros kaja specialista, vagy micsoda? Amúgy Gergő, elárulom, hogy amikor múltkor lelőttelek, akkor nem akartalak kinyírni, csak beléd lőni egyet, még mielőtt fölszedlek. És sikerült? Csak hát meghaltál, nem tudom miért haltál meg. Nem baj, nem riportoltalak egyébként. Igazából a te hibád, csak ezt akarom mondani. Jogos, végül is én haltam meg. Hát persze. Meg azért jutott ez eszembe, mert múltkor meg az volt, hogy lőttem egyet, aki a földön volt, egy ellenséget, és két shotgun lövést még kibírt úgy, hogy a földön kúszott.
Igen, de belém közben, amikor engem lőttél le, ott lőttek közben mások is. Igen. Meg hát nem mindegy, hogy mennyi az erőd, meg hogy hol találom el. Ó, mázlink volt, nem ment túl messze föl. Ja, hogy ez ilyen hamburgeres étterem, az mondjuk nem rossz. Ott biztos különbözőt szereti a hamburger. Igen, én nagyon szeretem a hamburger. Na, különösen jó. Én nagyon szeretem a tejet. Ez mi? Iminek a neve, az azt is, az egy szerencsekerék videóból származik, ahol a később High the Pain Heroldként elhíresült Arató András játszott, és nyert egy csomó tejet. És kérdezték tőled, szereti a tejet? Igen, nagyon szeretem a tejet. És a kakaót? Azt is. Júj, ez rossz. Ebből ez milyen autó? Micsoda? Ez az autó, ez eddig mi ez? Ilyen nem volt. Jöttek új járművek. Nem tudtam, hogy ezt kilőtt. De te lőttél? Nem. Akkor szállj, kiszállok. Nagyon ott vannak. Ezek tudják, hogy itt vagyunk. Kellett igen. Autózni. Most mi nem mondtad, hogy ne autózzunk? Feleség úgy ott vannak. Úgy is autóztam volna, tök mindegy. Na. Ezt aha. Itt vannak, meg kint a ház mögött. Az okay. Én voltam. Kösz. És te hova mész végül is? Hát itt. Előleted magad ott? Le, igen, itt vannak a magasabbi kis ház. Anyád csipáját, tehát füstön keresztül. Ja, hát biztos az a cheat megy, amikor, amit elküldtem, hogy be vagy sárgítva. De az telefonos volt, Gabi, mondjuk biztos erre is van. Ah. Részletkérdés, hol lehetne? Biztos már, ott nem van, is tudja. De annál a kis háznál volt, biztos ott tudják. Ott a legvégén. A magasabbiknál. Biztos elindulok, tudják, hogy nem vagyok még egyedül. Nyomok egy energiaitot, aztán megyek. Azt hittem még el tudok futni, de nem láttam. Nem volt, pedig mind a kettő, én láttam, amikor rájuk néztél. Már előbb, vagy amikor már lőtt? Még mielőtt lőtt. Elmentél a nagyház mellett, benéztél balra, és ott volt mind a kettő. Na, azt nem láttam. Hihetetlen. Mindjárt jövök, ránézek a gyerekre. Jó. Melyik pulcsi van rajtad? Az az egyes, nem? De várjak. Mi van a hátán? L? Hogy lehet megnézni a hátát? Hát belépsz az inventory-ba és... Ja, L. L, igen.
Fölvetette, ja. Komplett szettet. Ha, jó. A cipő az, az nem... Én megvettem mindent, a cipőt is. Ja, jó. 350 izé volt Silver Bullet, van 25 ezrem. De jó, hogy vett. Megveszed, azt nem tudom, hogy kapsz egyet. Igen. Jó, de hát a fene se tudta előre. Niki, mi meg ahol voltunk veletek hamburgerezni itt a szomszéd utcában. Ott voltunk a kollégáimmal, és most kitaláltuk, hogy három havonta elmegyünk. Négyen voltunk így, akik így viszonylag tök jóba voltunk egy ilyen munkahelyen, és már mind a négyen négy különböző üzembe szét lettünk dobálva a cégen belül. Úgyhogy legalább akkor így három havonta találkozunk egy hamburger elejéig. Nem igaz, mert ma az 20 forintba került, majdnem 6000 forint. Nem, nem ott lesz a céges buli, oda azért 600 ember nem fér be. Nem, csak így négyen. Meg az egyik, tehát úgy van, hogy hárman vagyunk fiúk, meg egy lánya. Lánya szokta hozni a pasiját is. Az is egy jó arcos lánc. Elleni kútnak az áráról van szó, hogy amit gyógyszergyárba csinálnak, az majdnem 6000 forint, amit meg a patikába csinálnak kútot, az meg 300. Hallod, Gergő, lehet kapni öntőformát. Jó, de nincsenek vegyszereink. Vegyszereink? De ahogy vegyszereink, biztos, hogy vannak. Jó, de abból nem lehet olyan kúpot csinálni, amikről megdődül a gyerek, maximum beadja a kúpcsét. Igen, tehát nem is voltam ezt, hogy abból csinálj, csak mondom. Vagy lehet, igen, hogy az végig olcsó. Igen, Miki, krúpos a gyerek, ezt elmondta, amikor megkérdeztetik, hogy vagy. De igen, örülök, hogy itt vagy. Most csuktam be az előbb az ablakot, mert ki kellett tűzni. Hiába kapott kúpot, elkezdett egy kicsit igazra könyögünk. Vagy még nem hatott a kúp. Kiugrottam, mert rohadt messze megyünk. Én is. Oda izébe jelöltem a börtönbe. Nem tudom, jön neked, de majdnem 1900. Közt fölött van a legtetei? Nem, a börtön az a nagy épület. A krupot nem csak kinőheti, hanem ki is fogja. Tehát ilyen 6-7 éves korban már nagyon ritka, de 15 éves koráig még előjöhet. Legalábbis 15 évesnél idősebb gyereknél már nem találkoztak kruppal. De valószínűleg még egy-két év, és elmúlik neki teljesen. Hát ez akkor szokott, mikor betegbe van gyulladva a torka, és összeszűkül neki a nyelőcsöve, vagy légcsöve, vagy nem tudom milyen a... És akkor... Olyan ugatva veszi a levegőt, ugye. Szóval a börtön az elvileg itt ez a nagy téglaépület a végén. Aha, mert hogy lehet, hogy itt még nem is voltam. De voltunk, már többször meghaltunk itt. Valaki jön autóval. Igen, hallom. Vissza meg. Bújja? Hát, rajta. Itt van a társa? Lehet.
jött ki. De ez nem így. Úristen, elrohant mellettem. Megvan. Ah, szép. Király. Ja, tiszta, teljesen közelről. Igen, nekem is ez volt, berohant. Hallottam, hogy jön, úgyhogy nem is izéltem. Hát a fejére ráhúztam. Úgy kell azt. Ha, talán akkor már nincs több, ugye? Most egyet te is kinyírt. Igen, ezek, szerintem egy csapat volt, mert az enyém az még csak simán feküdt. A tied az... Tied az egyből meghalt. De mondjuk, ha itt lootolsz, akkor én nem ide jövök, hanem bemegyek. Vesszük el egymás elől a cuccot. Itt a szemközti-ben voltál már? Nem, csak honnan az elsőben voltam, ahonnan, ahol lelőttem a srácot. Oké. Okay. Vagy hát fene se tudja, lehet, hogy lány volt. Nem hallottam a hangját. Ezt átlőtted a tüdejét. Igen. Na, nézzük. Jó, hát így, hogy autóval jöttek. Így nem volt nagy meglepetés. Már baszt tudnál el ilyet. Igen, de hát nem volt semmiük. Tehát legalábbis aki, akit én lelőttem, annak semmilyen nem volt. Ja. Én nem tudom. Fegyver nélkül szalad be. Nem tudom az enyém mit ugrátott. Lehet, hogy az enyém is fegyvertelen volt. Ebből bele se gondoltam. Simán lehet, simán lehet. Hát nem tudom, nem figyelted a kezét? Nem igazán. Nem tudtam megfigyelni a részleteket. Jó voltam a célzással. Jó, mondjuk igen, nehéz azért. Ilyenkor általában másra figyel az ember. De a felépül, az még semmi közel tudhoz. Mondta a Doki, hogy esetleg, hogy ő... A Doki, amikor felépül a felépül, azt mondta, hogy... Felépül, és már én is itt vagyok fönt, mert... Igen, szerintem láttam. A nagy részét átnézt. Nem ajánlja, gondolja azon, hogy ide felül. Mellényemből még, mellényből jó lenne egy kettes talán. Van a tetőn. Ja, az egyes, bocsánat, mert találtam jó. Egy hármast, és ott hagytam az egyest a tetőn. Azt se tudom, hogy lehet fölmenni. Hát a lépcsőházban. A legtetejére? Ja, látom. Egész közel vagyunk a körhöz. Igen, de már indult a kék. Csak nincs távolsági fegyverem. Fölveszem ezt a M16-ost. Talán. Mi volt? Beugrottam egy ablakon. Jó. Itt egy kettes mellény, kis házba a nagy mellett. Nem, nem, jó. Elfogyott, és az emeleten meg van egy mini 14 kell.
Ja, kell, kell, az nem annyira szar. Én meg akkor elviszem a Skarelt a földszintre. Az meg még jobb. Kéne valami scope, egy kettes van, de... Nekem is. Már nagyon hozzászoktunk a jobb loothoz. A téli pályán. Igen, igen. Hát ott is vissza fogják venni. Pár hét aztán ott is azért van. Na jó van, gyere, vigyük el a kocsijukat. Ja, hol van a mini? Ja itt. Hát ugyanabban a házban föl. Megvan. Basszus. Gyártsa. Valamit elcsesztem már megint a fegyvercset. Hol a tárcsőve? Ja itt. Jó. Milyen safari-ra megyünk? Ilyen autóval jöttünk. Mehetünk. Várjál, nézem, hova menjünk. Jó, átmegyünk a hídon egyből. Hát tök mindegy, mert azt nem tudod, hogy ki merről megy. Inkább azt nem tudjuk, hogy a kör merre fog menni. Hát az sem. Érdekes, nekem pont a bal felől szól. Akkor középtárgy van. Várjál, átjön egy... hova? Na most nyom? Most egy jobbról. Attól függ, hogy hol ülsz. Igen, akkor középen van. Ja. Igen, mert hogyha nézem a jobb első sarkát, akkor szól nagyjából. Oké. Hoppá. A másik házban. Gyere, elcsúszom a lapon. El, gyere ki a hátsóban. El akarsz menni? El, persze. Karral. Az meg. Mehet, mehet. Hát az, nekem is eszembe jutott, igen. Valamelyikünknek. Nem, szegény, hogy van rajta, mert igen, bal oldalon van a kihagytató motorom is. Most meglevettem és megnéztem. És nekem is jobb oldalon van. Különben is, hogy átültem, akkor úgy szólt, hogy ne kell, úgyhogy... De jó, hát... És a hídra jelöltél, akkor ne oda menjünk. Mármint, hogy ne ott legyen a végállomás. Isten... Várjál... Ez mi van? Meghalt a hang. Nem baj. Drop előttünk. Messze. Hát messze van, most nem látod a fától, hogy mindjárt látod. Na, ott. Aha. Már nekem is van mini-tudom, mindjárt.
Kicsit gyenge, nem? Armor, ha igen, igen, gyenge. Azért a Skarelnél jobb. Ja, az is gyenge. Jó, ez egy időben szinte csak azzal játszottam, de... Mármint, hogy ami kobolt, azt már ismertem. Hát nincs fele más baj szerintem, csak a gyengeség, hogy nem... Nem sebez olyan jól. Én elindultam föl, mert ott nincs semmi, Gabi. Hát itt nincs semmi. Tényleg jó, hogy mondod, megyek. Hol a bejárat? Jön egy repülő. Most érek ide. Hangárban nincs semmi értelmes. Látom. Gyere át ide a házat közé. Ó, várjál, mindjárt megyek, csak azt nézem, hogy hogy van ez. Shotgunra, flash hider, az teljesen felesleges. Valaki valahol, igen, itt. Ide jönnek hozzám. Igen. Tovább mentek. Te is lőttél? Egyet lőttem, de már késő volt, mert nagyon messze volt. Azt vártam, hogy megáll, és akkor esetleg onnan lövöm, ahol vagyok. Sehol egy rohadt rányoszkó. Lehet, hogy az összeset áthordták a téli pályára. Lehet. Azért nincs itt. Most meg mész valahova? Hát elindultam, ja, megnézem, merre mentek kocsival. Hát arra. Azt tudjuk, hogy merre mentek, azt nem tudjuk, hogy hol vannak. Itt előttem lőnek lent a településen. Ó, viszont mögöttünk van. Igen, a kör. Jövök vissza. Akkor viszont azok jönni fognak erre majd. Igen, jelöltem egy házat, ha szabad, akkor oda be kéne menni. Jó.
Az valószínűleg szabad lesz, az a mi házunk volt. Igen, tényleg onnan jöttünk el. Ajaj. Valami. Igen, a hangár felülő. Itt lőnek. Lőnek, genyó. Hol vagy? Hát meghalt a teljes? Meg. Ah, ne lőjetek. Nem szeretem a lőnek. Jaj. Hol a hangár? Onnan eljöttünk. Nem. A hangár van. Ahol lelőttek. Ja, hát mindegy. Mindjárt jövök. Jó sokan fölvették a pulóvert. Nem figyeltem. Az előzőnél látszott, most nem is annyira, de az előzőnél is sokan voltak. Bevérzett a plazma pöttyöm. Az mi? Ja, ja, tudom a véradát. Az megszúrtam. Úgyhogy, de akkor amikor szúrtál, még később. Most vettem össze. Ja. Tudod mit, ne is odaugorjunk, hanem ide a hegyre, kicsit jobbra. Jó. Mert hogyha ott van jó cucc, akkor az egy... oda nagyon jönnek. Jó, nem odaugrunk. A hegytől balra van egy kis igen. ház. Igen, igen. De az is, az előttem lévő szintén így döntött. Nem baj, én előbb érek oda. Jó. De nem, ő tovább én... megy, egyenesen meg tovább. Igen. Már.
nem lepődnék meg, ha lejönnének a hegyről. Gabi, olyan vagy, mint a lányom. Futok utána, de csukom az ajtókat. Még jó, hogy villanykapcsoló nincs ebben a játékban, mert még azt is kapcsolgathatnám. Hát most hihettem, nem foglalkoztam ezzel. Úgyis tudják, hogy itt vagyunk, vagy sejtik. Menjünk visszafelé, egyrészt nagyon szar helyen vagyunk. Másrészt nincs itt semmi. Jó. Annak nincs ajtaja, vagy nyitva hagyták? Nem, annak nincs ajtaja. És itt a hídon át is tudunk menni egyből. Mi? Jaj, ne! Elhagytam a fegyverem. Hogy lehet? Hát úgy, hogy... Az hangkóság. Visszamegyek. És te... Hát felvettem valami szart, és ugye nem jót dobtam el cserébe, vagy helyet. Mint hogy a nagy szám lenne az a Uzi, de az legalább van össze. Bár nem is rossz az Uzi egyébként. Nagy a Fire Rage-je. Hát itt már voltak, ahol vagyok. Jó, de azért ha látod azt a legjobb shotgunt, akkor ezt szóljál. Ezt fölvenném. Látom én is. Ja, kösz. Utam fölfelé. Oké, megyek én is.
azt kéne valahogy megszüntetni, hogy a gránátot ne tegye be oda ötösre, vagy akár hanyosra. Mert, hogy a görgővel tudja egyes és kettes között váltani. Mert így, ha véletlenszerűen, ha rossz irányba görgetek, akkor a gránát következik, nem pedig a másik fegyver. Nekem a csébe úgy van beállítva, hogy ha fölfelé görgetek, akkor a pisztolyt veszi elő, ha lefelé, akkor az első kis fegyver. Hát szerintem ez jó lenne ideig is. Szerintem itt is be lehet állítani. Mert hogy ugye most ez körökörösen viszi a fegyvereket. Igen. Fönt vannak a tetőn, látod őket? Nem. Jelöltem, leugrottak közbe. Aha, ó, látom. Hát sorozat lőve. Mondjuk aha, a feleset tudja. Befutottak itt a legelső házba felé, legalábbis az egyik. Csak azon meg nincs ablak. Úgyhogy kinézni nem fog. Egyébként meg kettes szkópom van, tehát... Nekem is. Hoppá! Hoppá, hoppá. Téged lő? Igen. Elbújtam egy fa mögött. Gyere át a szírt túloldalára, vagy mi ez? Jó, majd mindjárt csak megiszom ezt az ízét. Honnan lőtt, azt láttad? Nem, dehogy is, nem. Pirosba vagyunk, nem kicsit. Akkor menjünk tovább arra lefelé. Amúgy sem a... Ja? Én lejöttem itt hátul. Azt hittem ezt gondolom. Ja, csak nem minket. Itt vannak ilyen házak, de menjünk be. Lejövök a lentihez. Jössz? Mindjárt, igen. Ja, és nem tudtuk rendesen menni azzal az autóval, mert lövöldözésbe kerültünk. Az újjal, az a sportossal. Ja, igen. Itt van egy kapit. Itt van mind a kettő. Kerítés értettem. Mögött burkálnak. Jobbra tőled. Ahol meghaltam. Jó, tudom, jó. De ne shotgunnal, messze vannak. A shotgun a legjobb fegyver. Jó, jobbra vannak a háznál középtájt, a ház középvonala körül, ott. Ott vannak a kerítés mögött. Egyet már láttam. Hát, hiába. Az egyiket azt eltaláltam, csak izé volt nálam, SKS, és nem tudtam gyorsan lőni vele. Menjünk még egyet, aztán elég lesz nekem már. Jó van, én már kezdek fáradni. Nem, azért igazából mondom. Nem, csak éhes vagyok. Novice 3-as lettem duóba. Novice, azt úgy kell mondani. Ja, tényleg. Magyarul de, mondom angolul. Az jó. Jaj, ne redíz. Jaj, nem. Hát már rég be volt nyomva. De ezt magamnak mondtam, nem gondoltam utoljára menjünk egyet az új pályán, de...
Nekem is volt egy ilyen gondolatom, csak aztán úgy voltam bele, hogy mindegy. És nem is mondtam. De még lehet, hogy az lesz. Ez az. Na, akkor jó. Befagyott a csónak. Ja, igen, tényleg. No, hova menjünk? Cement Factory, hát mondjuk az elég nagy. Jó, az is jó. Movatra. Nem jó lesz a Movatra. Oké, én is. Uha. Igen. Egy csapot. Hát legfeljebb megyünk még egyet, hát. Ja. 250-en nyitja az elnyőt. Most már biztos vagyok benne. De ez is kis abban... Ja, hát... Tudom, hogy van... Most ne összefüggés. De... Abban nem vagyok biztos, hogy múltkor tényleg... Jaj, tényleg 300-on nyitott, vagy pedig... Helyzet van. Nem, én lőttem rájuk, hogy ott még nem értek földet, de tovább mentek. Ja, az király. Jó, annyival nem, de ők bementek a sűrűbe, úgyhogy ők most jobban állnak. Jön valami balról. Mi van? Aha, ott megy. Most... Látszik, nem csak mi vagyunk itt. Nincsenek cuccaim.
azt hittem nem te vagy. És mi a... Ott van, Gabi, egy fut feléd. Felém? Igen. Itt bizony helyzet van. Jövök, itt vagyok. Jó, a földszinten van én, meg az emeleten. A kurva anyád. Mindegy, félig megbosszultalak. Jó. Hát ebből a havasból nyomjunk még egyet szerintem. Jó, akkor állítsd be. 10 perc sem telt el. Aha. Nem mutasd soha többé ma már. Mindig ez az ablak, hogy ma már nem mutasd soha többé. Vagy érted? Uh-huh. Jaj, nem redüztem. De be átváltottad havasra? Igen. Ja, nálam nem látszik. De várjon, mert nekem is azt írta ki. Akkor... lehet, hogy ki kell lépnünk. Szarok rá, nem baj. Én a havacon akarok játszani, én kiléptem a meccsből. Na jó van. Kiléptél? Mhm. Jó. De csak az izé váróba. Tudom. Kozmodrómba még el tudunk ugrani, elvileg. Húha, jó van. Biztos más is oda fog menni, de próbáljuk meg. Szóval volna az a helyhez a pályához. Még aznap megcsináltam. Ja, akkor jó. Azzal jelölök mindig. Ugorhatunk akár most is. Jó. Mert nem a szélét jelöltem a kerületnek, hanem a közepén.
látod, így már csak ezer van. Olvastam az update nótját ennek a pályának. Két verzióban van a nappal, meg az éjszaka. Aha. Voltak itt körülöttünk mások is, de most nem látom, hogy hova lettek. Én sem lehet, hogy leszálltak valahol, mert ez azért tényleg messze volt a repülőtől ez a terület. Ja, ha már közel vagy a földhöz, el tudod vágni az ejtőernyőt, erre most is. Igen. Én tudom, mert mindig kiírja. Én eddig nem figyeltem, azzal voltam elfoglalva, hogy leérjek, meg hogy jó, leérjek. De azt nem hagyja, hogy kinyírd magad. Tehát, nem, tehát ez... magasan nem tudod, csak amikor már közel vagy. Igen. Mi valaki most ért le. Láttam egy gyernyőset érkezni. De az hogy lehet? Hát úgy, hogy nagyon, ott... nagyon korán nyitott. Igen, és tök messzire. De még messzebbre urlott, mint mi. Messze vagy, úgyhogy várjál be egy kicsit. Tudom, már visszafelé megyek. Hát már itt vagy, úgyhogy... Azt hittem, hogy majd itt sok cucc lesz, de itt nincs sok cucc. Nem tudod, hova ugrott? Hát... nem. Az irányt azt megjelölöm, de amúgy nem tudom. Van. Uh-huh. Hallom. Engem nem lőtt. Kinézett az ablakon is, lelőtt. Mondtam, hogy itt van. Hát igen. Mondtad. De azt nem mondtad, hogy ki fog nézni az ablakon is, lelőtt. Nem nagyon megy. Jaj. Ez még rövidebb volt, mint az előző. Igen. Szia. Mondjuk eltaláltam. Egy kicsit. Legalább te eltaláltad. Én meg csak a falat lőttem ott körülötte. Shotgunnal? Nem, nem, azzal a új fegyverrel. Sorozatlövő módba. Mi legyen, megpróbáljuk még egyszer, erőltessük. Ami nem megy, ezt erőltetni kell. Igen. Az a baj, hogy a cement az rohadt messze van, de mivel jó hely állítólag, oda szoktak jönni. Igen, a cementbe mindenki megy valószínűleg, én is szívesen mennék. Mi? Akarsz játszani még egyet? Honnan majd pisztolyod a jég közepén?
Kinek? Nem, ez egy kis egyet látok ebbe az irányba jönni. Igen, én is. Nem ide jön, mert most kereszt az engem. Igen, más az iránya. Kicsit. Tök alattam van, tehát pont más felé megy. Nem tudom, nem érnál oda, az biztos. Én viszont 400-on nyitottam, mert... Én meg 300-on. És kettő van itt mellettem. Téged se látlak. Hol vagy? Nem, hát te alacsonyabban vagyok, mint te a lent. Ja, látom. És mögötted. És nagyon pixeles lett a grafika. Nekem most semmi baj. Ugye minél alacsonyabban vagyunk, annál részletesebben rajzolja ki a pályát. Uh-huh. És ezzel lehet ilyenkor valami probléma. Hát nem tudom, én ezeket a hibákat csak tőletek ismerem. Sose volt még olyan nagyon pixeles? Egyszer-kétszer, de tényleg nem többször, minimális alkalommal. Nagyon bánnék egy hátizsákot. Nálam egyből egy hármas van, de semmi más igazából. Na ez jó, hát figyelj, hogyha elég erősen fejbe vágod bele, akkor... akkor még működhet is. De te hallod, itt semmi nincs, én már egy egyessel is kielégednék, csak adjon már egyet. Egy cucc az viszonylag jók lennének. Szeretőlegesen. Hallod, már mindenem van hatoszkóp, meg minden anyám kínja. Egy rohadványos egyes táskát még nem láttam. Mondjuk itt nem szóltam semmit, van egy hármasom. Jó. Igen, itt előbb-utóbb úgy is találsz mindent. Sok szart fölvettem már. Ezt eltobálom őket.
Lőtek egy drop hívót. Hát azt már régen. És Csismit, halló. Szia, halló. Mi a pálya? Semmi, nagyon unatkozok. Azt hogy lehet? Hát abbahagytam a játékot, meg filmet is abbahagytam. Úgyhogy megmondtam. Meddig játszottuk még? Hát úgy gondoltuk, hogy lassan befejezzük. Igen. Hát úgy gondoltuk, hogy a kettővel ezelőtti lesz az utolsó. Aha. A húgom üdvözöl, Levi. Na szóval úgy gondoltuk, hogy a kettővel ezelőtti lesz az utolsó, de annyira hamar meghaltunk, hogy gyorsan meggondoltuk magunkat. Hogy azért mentek még egy jó párat. Igen. Kell egy SLR, Gabi? Már van köz. Akkor majd ezt elviszem. Ha kettes mellényt látsz, az jó jönne. Add vissza a tárbővítőmet, szemét. Jó. Ja nem, az hármas volt, amit láttam, az neked nem jó. Hármas is kell. Nem csak a kettő, nem, csak... Hármast én fölvettem. Jó van. Azóta még egyet nem találtam, viszont... basszus, nézd meg a térképet. Tessék, jó, térképet mindjárt. Térképet nézd meg. Aha, el kell húznunk innen. Volt egy motoros szám itten, az út szélén. És annál is inkább el kell indulnunk, mert elindult egy kör. Gyere ide felém, itt egy míva. Mit csinálsz? Itt egy lóan míva. A motoros szánonról megyek, de hát ja, jó. Mehetünk a ladával, hát, mindegy. Menjünk külön. Jó. Hát, ja, akkor arra. Mint akiket mi lőttünk le az elő. Jó. Képzeld el, Levi, beugrottunk a börtönbe a erang jelen, és én bementem az egyik hangárba, Gabi a másikba. Jött két srác, két kocsival, az egyik hozzám szaladt be Fegyver nélkül, a másik a Gabihoz. Köszönjük nekik! Ó, itt neki lehet menni a galjaknak. Ja, megakadtál? Hát annyira, annyira vékony fal, hogy azon át tudtunk tudni menni. Viszont az volt az egyetlen egy killem a mai napon. Nekem jól emlékszem. Te itt állt. Igen, meg hílelek. Ja. Lehet, hogy átülök hozzád, mert milyen pályára van a kocsi. Várjál ezt! Ezt láttad? Hatalmas a túra. Éppen feliratkozott valaki, akinek köszönöm szépen. Jó. Hoppá. Ura lőnek? Nem, hát az én a kazalon is ugrattam. Aztán utána neki a falnak. Szikrázik a motoros szánt, hogy nem tudom víz. Rá kell nézni a térképe. Előttem megy egy autó. Igen, láttam. Megkövettük? Aha. Csak én elvénáztam. Átmegy a híd. Én is. Mi? Belement a vízbe? Igen, már nem tudtam korrigálni. De igazából ezek kiszálltak, baszd! Jó, hát...
Még ez várható volt. Megmondták, hogy követem őket. Jaj, de nyomorékul játszok. Visszaszálltak, mit látsz? Nem, ott az... Nem tudom. Ott vannak. Aha, láttam. Igen. Ez mi volt? Elmentek. Jó jártál, hogy te a híd alá mentél be. Ez bírtam volt. Tudom, de azért jó jártál. Jó jártam volt, 6-os szkúr. El se vitték. Hát nekünk biztos mi. Azt hittem, azt elkapod. Na majd ezt. Hihetetlen, hogy ezt a szart a havon nem lehet irányítani, pedig ezek a járvák. Hát valószínűleg ez ilyen ehhezen kormányozható, nem tud olyan élesen fordulni. Dobd le a ruháimat! Én most tuti levettem a ruháimat. De nem jó, akkor egy helyben még jobban eltalálnak. Hát jó, de úgyis halálra voltál itt élve, legalább valami vicces de lett. Az az érdekes, hogy rohadtul nem találtak el. Tehát az egyikben még hármat beleadtam SK-sra. Igen. Sokáig. Esel erre. Sokáig bírtad. Na jó van. Akkor ennyi? Hát, fene tudja. Ja, szüntessük be, én azt mondom, mert... Jó van, akkor megyek. Jobb olyan. Már nem lesz. Ja. Ma már nem lesz, igen. Maximum, ha várunk még 2-3 órát, és botok ellen nyomjuk. Igen. Jó van, akkor megyek én is. Jó. Valami más csinálok. Na, jó, sziasztok! Jó, így. Cső. Sziasztok! Sziasztok.